Na sziasztok mindenki, elérkeztünk a következő videóhoz, ugye majdnem minden este van GTA 5 RP élő adás, és nagyon-nagyon sokan meg szoktátok kérdezni, hogy hogyan lehet RP-zni, hogyan lehet megcsinálni. Szóval ebben a videóban el fogom nektek mondani, hogy hogyan tudtok ti is RP-zni, akár velünk, akár a szerveren. Leírásban minden elérhetőséget megtaláltok a szerverről, a VLS szerverről, ahol én játszok. Úgyhogy fogjunk is hozzá, az első és a legfontosabb kérdés mindig az, hogy az RP az fizetőse. Egyedül, amiért fizetni kell, hogy RP-zzél, a GTA 5-öt meg kell venni. Nem tudom pontosan most mennyi, azt hiszem, hogy 30 euró. A legegyszerűbb az, ha Steamen veszitek meg, nem tudom, hogy a Rockstaros GTA 5-nél hogy működik. Ott is meg lehet oldani, kicsit bonyolultabb, de hogyha rám hallgattok, nagyon egyszerű úgy megcsinálni, hogy a Steamen veszitek meg a GTA 5-öt. Úgyhogy ez az első és a legfontosabb dolog. A sorrend is nagyon fontos lesz, hogy hogy kell belépni, de a legelső az, hogy legyen egy GTA 5-ünk, lehetőleg Steam-es. A következő lépés, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy RP-zni tudjunk, le kell tölteni a Discordot és regisztrálni. Beírjátok Google-ba, hogy Discord letöltése. Letöltitek, regisztráltok. Nagyon fontos, hogy csak úgy fog felengedni titeket a szerverre, ha Discordon rá vagytok csatlakozva. Rá kell menni erre a plusz jelre, és ami ott van VLS Discord szerver leírásba, itt van, hogy csatlakozás a szerverhez, és ide bemásoljátok. Utána már csak egyetlen egy lépés választ el minket, hogy tudjunk játszani. Felcsatlakoztok a VLS Discord szerverére. Fontos, hogy a szabályokat olvassátok el. Ugye mondtam, hogy az RP az ingyenes, de a szervereknek vannak szolgáltatásaik, lehet valódi pénzből vásárolni frakciót, meg ilyen dolgokat. Olvassatok utána prioritást is akár, ami annyit jelent, ha felcsatlakozol, akkor rögtön feldob a szerverre, mert nagyon sokan szeretnének játszani, és akkor néha várni kell, de ha van prioritás, akkor nem kell várni. Szóval itt vagyunk, felcsatlakoztunk a VLS GTA 5 Discord szerverére. Következő nagyon fontos dolog a vadállat FiveM letöltése. Beírjátok Google-ba, hogy FiveM download, és rögtön az elsőre kell rámenni. Megnyitjuk, letöltjük ezt a vadállatot, feltelepítjük, és rögtön összekapcsolja a GTA 5-tel, fel kell telepíteni, hogy működjön az egész dolog. Viszont nekem volt egy olyan problémám, hogy feltelepítettem, és eltűnt az asztalról, meg ilyenek. Addig a vírusírtomat ki kellett kapcsolni, amíg feltelepítem, szóval, hogyha valakinek nem sikerül, lehet, hogy ez is a probléma. Megvan Steamen a GTA 5. Csatlakoztunk a Discord szerverhez, letöltöttük a FiveM-et. Nagyon fontos, hogy ilyen sorrendben lépjünk be, Steam, Discord, és csak utána indítsuk a vadállat FiveM-et. Emlékszem, Komi még az elején, amikor elkezdtem játszani, figyelmeztetett, hogy a FiveM néha rosszalkodhat, úgyhogy kikresselhet valamikor, néha többször el kell indulni, restartolni kell, néha akár a gépet is újra kell indítani, úgyhogy menjünk fő a vadállat FiveM-re. Rámentek a szerverre, és itt vannak a VLS szerverei, mi általában ugye a 4-es szerveren szoktunk a megváltókkal játszani, át lehet menni másik városokba is, az Amerikán meg a Remaken ott más a történet, de az 1-2-3-4-en ugyanaz a történet, ugyanaz a karaktered. Fontos még azt tudni, hogy ha megnyomjátok az F8-at, leírásban ott vannak a szerverek IP címei is, és általában így szoktunk kapcsolódni, hogy connect, be kell írni, hogy Connect, és a szerver IP-t utána beilleszteni, vagy beírni, de nagyon sokáig így hagyományos módon csatlakoztam fel. Megyünk fel a szerverre, srácok, lányok! Ugye először le fogja tölteni a szervernek a cuccait, az egy kicsit lehet, hogy ő több időt vesz igénybe, ahogy most is láthatjátok, be kell töltenie, és megyünk fel a szerverre. Meg is érkeztünk a szerverre, fontos, hogy amikor ti be fogtok lépni, meg kell csinálni a személyazonosságot, név, mikor születtél. Itt nagyon fontos, hogy ne a valódi neveteket, hanem találjátok ki, mint például én Szemere Matyika lettem. Életkort is kitalálhattok, hogy ne a valódi neveteket írjátok, hanem a karakteretek nevét, utána meg kell csinálni az öltözködést, és már mehet is a játék. Az N betűvel tudtok beszélni, és fontos, hogy itt a beállításokban a voice chatet kapcsoljátok be, húzzátok fel a hangot, és a mikrofont is állítsátok be. Most megtudhattuk végre, hogy milyen mikrofonom van.
Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó röviden. Nyomjatok rá egy lájkot, hogyha mondjam el az alapokat is, hogy melyik betű mit csinál, például F1 a telefon, és így tovább az alapokat. Összefoglalva még egyszer, kell egy Steamen megvett GTA 5, kell egy Discord, fel kell csatlakozni a VLS Discord szerverére, le kell tölteni a 5M-et, föltelepíteni, beléptek a 5M-be, és fel is csatlakoztok a szerverre, úgyhogy bízom benne, hogy minél több kedves nézővel fogunk majd találkozni, sok sikert mindenkinek, és jövünk majd a folytatással, remélem, hogy mindenki számára érthető volt, ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és jövünk a folytatással. Köszönöm szépen, sziasztok!